Na szevasztok srácok, itt vagyok Sanzonnal, Sziasztok! és a mai videóban egy Squad Builder Showdown nevezetű játékot fogunk kipróbálni, és akkor nézzük is meg, hogy miről fog szólni a dolog, jöjjenek a szabályok. Na itt is lennénk a szabályokkal, ahogy a képen láthatjátok, az első szabályunk egy csomagnyitás, amiben a pakban lévő bármely játékos köré kell építeni egy csapatot, tehát szabadon választhatjuk ki azt, hogy ki köré akarjuk építeni a csapatunkat. A második szabályunk az pedig nem más lenne, mint hogy ki kell találni az ellenfél formációját, illetve a játékosait, és hogyha valamelyikünk valamit eltalál, akkor a formáció esetén szabadon választható formációt adunk egymásnak, illetve hogyha egy játékost találunk el, akkor pedig vagy egy bronzjátékossal, aki az adott poszton és az adott ligában játszik, vagy pedig egy aranykapussal helyettesíthetjük ellenfelünk eltalált játékosát. Hogyha kész vagyunk a csapatépítéssel, akkor játszani fogunk egy mérkőzést egymás ellen, és a győztes az pedig az ellenfél csapatából választhat egy pozíciót, és azt a játékost kell az ellenfélnek diszkárdolni, aki azon a pozíción van, tehát össze kell keverni a pozíciókat, például a kapust mondjuk áttesszük csatárba, és hogyha azt mondom, hogy csatár, akkor a kapust kell diszkárdolnia az ellenfélnek. Úgyhogy igazából ennyi lett volna a szabályzat, nézzük is, hogy hogy alakulnak a csapatok. Még mielőtt belevágnánk a dolgokba, tisztázzuk, hogy ezt a játékot nem mi találtuk ki, hanem egy bizonyos Andy Castell nevezetű angol videós, akinek természetesen a csatorna linkjét megtalálhatjátok a leírásban is, habár mondjuk szerintem mindenki ismeri. Akkor egy packet elsőnek? Ja, akkor nyissuk ki a csomagot, és akkor nézzük meg, hogy milyen játékost kapunk benne. Úristen! Szom. Roberto Firmino. Az még jó is. De neked ki? Kruse. Az se rossz. Non-rare. Én arra gondoltam, hogy te a 4-3-3-5-ös variációt fogod választani. Nem. Majdnem úgy. 4-3-3-2. Na. Tudod, a második. Aha. Na, és én arra gondoltam, hogy te majdnem ugyanezt fogod használni, csak a 4-3-3 és negyedik variációt. Hát, ez nem jött össze. 4-2-2-2. Pedig majdnem azt választottam, mondom, két kem van, és akkor, na mindegy. Csak nem lesz space fuckom. Akkor left wingbe Kingsley Coman. Ez a tiéd? Nem, nálad. Ja. És igen? Right wingbe pedig Douglas Costa. Így van. Melyik? Costa. De fassa. Tudtam amúgy, mert... Azt nyitottad, öcsém. Na mindegy, ott egy bronz lesz majd. Amúgy gyorsan ezt kéne, mert... Ja, több ez a Müller. Philipp Müller. Három van belőle, az egyik 10 000, másik 3500, és van egy 200. Akkor 200 ér, ezt vedd meg. Megvan. Jó, legalább német is, szóval ez még jó is. Na. Na szóval, akkor most... Én arra gondoltam, hogy te ezt a kettőt fogod használni, azaz Sturridge, igen, és Diego Costa. Hát ez nem jött össze, Lukaku és Cameron Jerome. Jaj, jó van. Na akkor CDM-be Luis Gustavo. Nem. És remeg a kezem, baszki. És a két CM az pedig Castro és Junuzovic. Nem, egyik sem. Baszki. Hú. Na. Amúgy az egyik Ramsey volt, másik Kaklin, és a harmadik Arnold. Arnoldot akartam írni. Szóval megmutatom, nem tudom, hogy látszik-e, szerintem igen. Szóval szerintem az egyik, az Henderson lesz. Igen. Következő Wilshere talán. Igen. És a harmadik pedig De Bruyne. Nem, egyik se. Oh. Schneiderlin, Fernandinho és Coutinho.
Úristen, kutinyod! Pedig fel akartam mérni, de mondom, na mindegy. Úristen. Na, én arra gondoltam, hogy neked a left backed az nem más, mint Aspidikuéta, és a right backed az pedig Diekmeyer. Egyik sem. Picsába. Luke Shaw és Klein. Na, én meg arra gondoltam, nem tudom, hogy látszik-e, hogy te Moreno-t fogod használni, és Kleint. Egyik se. Tudtam. Nacho Monreal és Dani Alves. Az igen. Akkor ott már bevé, ami. Itt hibrid lesz. Amúgy én is úgy akartam, csak mégse jött össze, szóval... Azt mondja, hogy akkor én arra gondoltam, hogy neked a két középső védőd Cahill és Kosciányi, és a kapusod pedig Hugo Lloris. Egyik sem. Smalling, Skrtel és Joe Hart. Amúgy majdnem Lloris választottam. Na, először chat akartam írni, de... Amúgy az is volt, csak az meg lomba van, meg mondom, azt meg nem választom ki. Na. Na, nem tudom, hogy látszik-e. És én arra gondoltam, hogy te használni fogod Bartrát. Igen. Matthew, vagy igen. Hogy kell kejteni a nevét, és Navas. Jó, hát egyik se. Pikét választottad? Gabrielt. Uh. A Brazilt az Arsenalból. Ja, mert Fernandinho-nak adtál chemistry-t úgyis. Nem. Az a nem? Másik oldalon van. Fernandinho és Alves pedig Thiago Silva-t kapta. És kapuba pedig Diego Alves. Mondom, Navas vagy Alves. Nézzük a csapatod. Jesus. Jó lesz ez a Müller ott. Kösz. De az a Alves. Jó ez a csapat, te. Ajjajjajjajjaj. Jó lett amúgy ez a csapat neked, ez a hibrid. Ja, nem rossz annyira. Na, és akkor. És így is szarrá versz, figyeld meg. Amúgy fostam. Nem Shaw-t akartam elsőnek. Hanem Gibbs-et. Schneiderlin! Húha! Eddig netsz a meccs. Hát nekem nem nagyon voltak helyzeteim. Kruse. Hát megnyomtam 2 éve a gombot. Arnold. Arnold. Nem hiszem. Arnold! Jó! Alves. Hú. Olyan OP amúgy Alves, és tudtam, hogy őt fogod. Na, Kaklin. Müller. Ez az. Kruse. Hú, de szép. Kruse! Ne! Ott van, ez az! 1-0! Ne! Hú, de szép volt. Na! Fuck! Alves! Mondtam, hogy Navas kellett volna. És akkor kaptam volna valami szart. Amúgy ja, valami bronzt. Öjj, a védelem az hol van ilyenkor? Kuti. Ajj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 j
Jó. Lesz. Mi a fasz? Lesz. Nem hiszem el. Ez mi? Hallod? Mi a fasz? No, ez már jobb. Ezt amúgy, ezt a... Bazd meg, mi van már? Labdavezetés OP. Csak sárga. Pedig pont akkor nyomta meg a B-t. Mi? Nem érted el a labdát, te retek arcú. Kruse még egy gól, vagy inkább Sanchez? Akivel akarod, csak ne lőd be. Jó, figyelj, mi lesz. Várjál. Hero. Müller. Ne. És belövi. Befogja. Ez az! Müller. 2-0. A kis bronz. Fuck. Úristen. De hát a passzód bele. És visszajött. Hozd el, hozd el, hozd el, gyere. Nincs les, nincs les.
Morgan Schneider mi? Jó! Minek hoztam ki amúgy, azt nem tudom. Kellett. Arnold! Ott van! Svájci néger! Mit szedett a kapus? Amúgy olyan fejeket fogok vágni a videóba, hogy beszarok. Ja, jön a discard, azt elfelejtettem. Egy ember. Nem hiszem el. Smalling a meccs embere. Igen. Az egyszer biztos. 9.1. Hallott Sanchez, hogy lehet csak 6.6? Lőtt gólt amúgy? Nem, de annyira nem volt szar. Meg izé, Shaw se volt rossz. Na mindegy. Az jó. A lényeg, hogy nyertem. Akkor discardba menjünk. Legyen mondjuk... Legyen... Ajajaj, nem tudom, várj. Az jó. Legyen a bal csatár. Bal, az melyik? Hát nem tudom, neked hogy van ez már. Ja, bal oldal, oké, megvan. Az Lukaku. Annyira nem rossz. Pont maradt. Na, Kvixel. Jó, igazából akkor ennyi lett volna ez a videó, srácok. Remélem, hogy tetszett nektek, és akkor Sanzón csatornáján is lesz egy ugyanilyen videó, más játékosokkal természetesen, és 500 darab lájkot próbáljunk meg elérni, és akkor hamarosan következik a folytatás is. Úgyhogy ennyi lett volna, köszönjük szépen a figyelmet, szevasztok! Sziasztok! Sheesh!